A Magyar Falu program az a támogatási forma, ami igazán segíti a vidéki kis településeket. Így fogalmazott Gyopáros Alpár péntek délelőtt Sárosdon. A modern települések fejlesztésért felelős kormány biztos egy országjáró körút keretében tekintette meg a Magyar Falu programból megvalósult fejlesztéseket a községben, közben felmérve az igényeket, milyen további fejlesztésekre van még szükség. Gyopáros Alpár úgy fogalmazott, a Magyar Falu támogatási programjai a valós igényekhez igazodnak, és ösztönzőleg hatnak a falvak népesség növekedésére is. Azon kis települések, falvak, amelyek 50-60-70 éven át folyamatosan népességet veszítettek, tehát főleg a fiatalok vándoroltak el a kis településekről, jellemzően a járásközpontokba, még inkább a megyei jogú városokba, Urambucsa, akár a fővárosba. Ezen településeknek most már több mint felében nemhogy megállt a népességszám csökkenés, hanem emelkedik a népességszám folyamatosan. Volt alkalmunk meglátogatni a sárosdi óvodát és bölcsödét, és ott az óvodavezető asszony maga is elmondta, hogy évről évre egyre több gyermeket iratnak be az óvodába. Minden 5000 lélekszám alatti település nyugodtan elmondhatja magáról, hogy nyertese a Magyar Falu programnak, tette hozzá a kormánybiztos. Az elmúlt években több mint 40 milliárd forintnyi támogatás érkezett a Magyar Falu programnak köszönhetően Fejérbe, de országszerte 4000 kilométer utat és járdát újítottak fel, civil szervezeteket és egyházközségeket támogattak, a falvakban induló kisvállalkozásokat segítettek, és javították a települések gépparkját is. Sáros polgármestere úgy nyilatkozott, az ő településük is nyertese a programnak. Tudtunk járdát építeni, rengeteg belterületi utat tudtunk felújítani. Mellette ugye a kormánybiztos úr is elmondta, hogy a szolgáltatások fejlesztése nagyon fontos. Az óvodát kizárólag Magyar Falu programba tudtuk energetikailag kívülről szigetelni, illetve a tetőhéjazatot lecserélni. Emellett építettünk kerékpárutat, továbbá, hogy ezek az infrastruktúrális beruházások élettel legyenek tele, a civil szervezetek is rengeteg olyan támogatást tudtak elnyerni, ami az itt élőknek egyfajta szabadidős programot biztosított. A térség országgyűlési képviselője szerint a program sikerének egyik titka, hogy hazai forrásból valósul meg az, és a programnak könnyebb a feltételrendszere, mint az uniós forrásoknak. Ugyanakkor erőssége a programnak az is, hogy olyan emberek állítják össze, akiknek rálátásuk van arra, mire van szükségük a falvaknak. Ennek a programnak az összeállításában tényleg tevékenyen azok az emberek vesznek részt, azok vettek részt, akik a későbbiekben ennek a forrásnak a felhasználását indikálták. A program sikereit sorolva a péntek délelőtti bejáráson résztvevő felek egyetértettek abban, hogy a 2018 óta zajló programnak kell, hogy legyen folytatása, hogy milyen kondíciókkal és prioritásokkal, azt az év végére állíthatja majd össze a kormány.